does perfect even mean? Is there even such a thing? Hát tegnap akartam volna vlogot készíteni, de most valahogy nem sikerült, mert olyan helyen voltunk, a Paradistrandon. Tegnap megosztottam az Instagramon, és köszönöm a rengeteg lájkot, az első napos, vagyis a nulladik napról készült fotókat, mert most már van wifi, ez azt jelenti, hogy bármikor tudok majd posztolni Instagramos képeket. Na szóval, gyorsan el kéne mondanom egy pár dolgot, mielőtt lezárnák a tegnapit. Nagyon jó volt a Paradisos strand. Ma a medvetóhoz megyünk, és lehet, hogy közben elmegyünk majd a gyíkos tóhoz. Még nem lehet tudni egyelőre, de majd hamarosan ki fog derülni. Holnap pedig nem tudom, mi lesz. Igen, lehet, hogy be fogunk öltözésig készül majd egy közös fotó. Csak nem tudom, hogy ez is rám tartozik. Hát majd meglátjuk. A mai nap is nagyon jó lesz. De árnyékos se kijelenni. Látszik rajta, hogy meg vagyok égve egy picit a napon. Na, addig annyit tudok mondani erről a bizonyos strandról. Elképesztő volt. A víz az jó volt. Az elején kicsit megcsúsztam, de a másodszor, amikor bementem, annyira jó volt. Hát lebegtem a vízben, a csemmódom. Mi az, Mennyországba kerültem, vagy mi? Igen, mintha Mennyországban lennék. Aztán vonatoztunk a többiekkel. Hát elképesztő volt a hangulat. Na. A lényeg az, hogy jó volt a tegnapi. Tegnap alig tudtam aludni, mert éppen néztem egy live streamet. De a lényeg az, hogy most megkezdek ébredezni. Addig, na, szerintem a tegnapi nap az nagyon jó volt, a mai nap is jó lesz, mert ez is ilyen strandos lesz, nem kertészgatyás, túra lesz, hanem ilyesmi. Jó, még nem lehet tudni, hogy mi lesz. Hát a medvetóhoz megyünk, vagy a gyíkos tóhoz. A gyíkos tó az inkább túrázásra. De ez, hát rengeteget fogok majd utazni most is, össze-vissza. Hát elég fárasztó lesz a mai nap is. Na jó van, srácok. A medvetónál is készítek videókat, meg vlogokat, vagyis fotókat. Szerintem nagyon klasszerre fogok menni. Ott is strandolni fogok, lehet ott is lebegni fogok a vízben, majd meglátjuk. Az is ilyen sósféle lesz. Na jó van, srácok. Szerintem nagyjából ennyit akartam mondani. Hát nem sokára el fogunk indulni. És megpróbálok mindent lefotózni, meg blogolni nektek. Addig is ne menjetek messzire. Sziasztok, srácok, itt vagyunk a medvetónál. Egy kicsit beszámolok, mi a véleményem. Nemrég voltam bent. A víz nem olyan hideg, inkább olyan meleg, de olyan mély, hogy ez valami hihetetlen. Hát, süllyedni nem tudsz, de azért lehet érezni, hogy süllyedni fogsz. De amikor hanyat fekszel, akkor tudsz lebegni egy picit. Hát hozzá kéne szokni. És elkezdtem olyat mondani magamban, hát ez egy alapos kiképzés nekem. Hát eléggé durva volt. Lehet, hogy majd a következő órákban megint bemegyek. Aztán majd olyan egy óra környékétől megyünk a gyíkos tóhoz. Ott is készítek vlogokat, fotókat. Majd este ki fogok posztolni az Instagramos képeimet. Hát elég hosszú lesz a mai nap. El is fogok fáradni. Majd este majd beszámolom, hogy milyen volt a gyíkos tó is. De biztos nagyon király lesz. Na most, srácok, szerintem most leteszem a telefonomat, majd visszatérem. Thank you.
Hát jó reggelt mindenkinek, ma van az utolsó nap, ma megyünk Segesvárra, az első közös fotózás és székely ruhaviselet lesz majd rajtunk. Ez azt jelenti, hogy hát most olyan később fogunk elindulni, olyan 10 körül, nem 9-kor. A lényeg az, hogy megreggeliztünk, aztán majd szépen lassan majd fogunk majd indulni. Addig tudok lazítani egy picit. Hát sajnos van egy nagyon rossz hírem. Áramszünet van most nálunk. Ez azt jelenti, hogy most nem nagyon fogok nagyon felrakni Instagramos képeket. Az Instagram Stories-ra, meg az Instagramra is. Hát igen, mert elment az áram. Na szóval, hát beszélgessük egy kicsit a tegnapiról, mert tegnap sem tudtam vlogolni, mert éppen aludtam. Na szóval, a tegnapi nap nagyon jó volt. Voltuk a medvetónál, a gyíkostónál, ott is csináltam vlogokat. Hát beszélgetni nem tudtam sajnos, de fotózni azért tudtam, és olyan este 10 környékén jöttünk haza. Nagyon fáradtak voltunk, én pedig lezuhanyoztam, aztán az olyan éjfél után már is aludtam. De a lényeg az, hogy most már jobban vagyok. Hát, valahogy le fogjuk vagy zárni ezt a vlogot, mert ma van az utolsó nap, lehet, hogy már ma este már egy pici összefoglalóval fogjuk majd lezárni a vlogot, és fel fogom sorolni azokat a dolgokat, amik kimaradtak, mert most egyelőre nem fogok beszélni róla, majd a végén. Na jó, most srácok, csak a szél. Hát ma is olyan jó idő lesz, hát búcsú azért lehet, hogy viszem magammal, hát ha kell, ha nem, akkor úgyis a kantás falmeromban jövök. Jó is látjátok, most van rajtam, de világosabb pólót vettem fel, és holnap ebből jövök haza. Hát a holnapi nap az már az indulás. Hát holnap is lesz reggeli, ma lesz az utolsó vacsora, holnap lesz az utolsó reggeli. Hát ma este pakolni fogunk, amikor összepakoltam, akkor le tudjuk majd zenni a vlogot. Na jó van. Hát ez is nagyon fászó nap lesz, srácok. Én már hát Segesvárban még nem voltam, csak most fogok először oda menni. Ott is készül majd vlogok, fotók, addig is. Maradjatok velünk.